A madárszív vizsgálatánál először a külső jellezetességeket figyeljük meg a szíven. A kis görbületet a jobb oldal, a szív jobb oldalán, a nagy görbületet a szív bal oldalán. A kamrák területét, illetve a már félbevágott pitvari területeket, a szív tetején pedig a lépő ereket nézhetjük meg. A szív belsejének feltárása először a szív csúcsának a levágásával kezdődik. A madár szívnél viszonylag fönt kezdődik. A jobb kamra tágulata, öble, így aztán kicsit magasabbra vágunk. Megkeressük a jobb kamrának az üregét. Majd a jobb kamrába belevezetve az ollót, föltárjuk azt. A jobb kamra tetején megfigyelhetjük a billentyűt, amely a jobb pitvar és a jobb kamra között akadályozza meg a vér visszaáramlását. Tovább vonzoljuk a szívet, akkor a bal kamra izomzatát átvágva láthatóvá tehetjük a szemölcsizmokat. És ha ügyesen dolgoztunk, akkor a vitorlás billentyűk maradványaival is találkozhatunk, amelyek a jobb, bocsánat, a bal kamra és a bal pitvar között találhatóak.